Végre valahára megjelent a Szeszélyes Vizeken című társas játék, és ennek örömére elhatároztuk, hogy forgatunk egy gameplay videót, egy teljes végigjátszás terül a játékról, nem is akár kikkel. Itt van körünkben Hajnószi Soma, Molnár Levente és Gala. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello, hello! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, játszunk egy út, merészkedjünk Szeszélyes Vizekenre. Mit szóltok? Oké. Okay. A few moments later. Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Sziasztok, én Zoli vagyok. Ez pedig a One Eternity Later. Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Sziasztok, én Zoli vagyok. Ez pedig a Mit Játszunk Vlog. Most nem mennénk át részletesebben a játékszabályokon, hanem az a célunk, hogy játék közben át tudjátok érezni pontosan, miről is van szó a Szeszélyes Vizeken című játékban. Az lesz a kezdőjátékos, aki legutóbb ült vagy állt hajó fedélzetén. Hajózott. Az számít, mondták? Hogy a Jedi Fallen Orderben voltam. Nem, hajó. Az nem számít. Szerzőként azt mondani, ezt nem tudjuk eldönteni. Én mondjuk egy 3 éve voltam hajón. Ha ez számít. Akkor te vagy a kezdőjátékos. Akkor megnyerted a kezdőjátékos lehetőségét. 5 fordulót játszunk, minden fordulóban egyre több hajózással kapcsolatos dologgal nézünk szembe. Legelőször a Katlanti óceánon fogunk egy picit hajózni. Itt még nincs olyan sok fodor a víz vagy a víz tetején, itt már egyre több. Tehát majd az északi tengerre zárunk, de ott jó sok kaland vár minket. Levi. Majd úgy. Jó? Ezt egyébként annyi, hogy ez már ki van adva? Mert elírtátok az Atlanti, nem Katlanti. De... Oh. Csak mondom, hogy ha lehet még. Tenkes óceán, Indik óceán, zöldközi tenger és földközi tenger. Ezért nem szabad Google fordítót használni. Kínában gyártatni. Tehát fontos bejelentened, hogy mit csinálsz, hogy jó. Felderítesz, vagy hajózol, esetleg passzolsz. Rögtön hajózhatsz is. Esetleg hajózol rögtön? Nem, én szerintem felderítek. Kezdjük egy ilyen felelősségteljes felderítéssel. Derítsd fel a hangulatot és a kedvet. Uh-huh. És mit láttál? Egy 7-est. Azt nem láthattam, tudom. Finom hangod az 1-es, ami tűnhet 7-esnek. Mi volt az illusztráció? Ja, azt tudni kell? Nem. Jó. Aztán... Csak én tudom, és nem biztos, hogy te tudod, hogy én tudom. Na most már tudod, hogy én tudom. Tudtuk, hogy tudtad, hogy nem tudta, hogy tudtad. Mi van? Mi volt a kártyám? De ja, ez ilyen social deduction van, hogy most hazudhatok, meg mondhatok igazat? Igen, mondhatsz igazat, de füllenthetsz is. Megtévesztvény. Csak érdemes olyan számot hazudni, ami biztos van a pakliban. Tehát, hogy... Igen, mert egyébként... Jó, én egy 2-es láttam. Egyébként. Egy 2-es. A 2-es egyébként nekünk jó. Jó, tehát én felderít. Ja, és igen, most hogy így említetted az illusztrációt, hogy milyen információt adhatok a kártyáról. A számát. A szép az nyilvánvaló, tehát Bence illusztrációi igazán káprázatosak, és nagyon szépen idézik Rejtő Jenőnek a művészetét illusztrált tekintetben. Hát kérlek, Levi, akkor lepj meg valami információn, ami esetleg segítő lehet. Akkor felderítek. Felderítesz? Na, remnéz a Zoli a partnered. Tudom. Ja. Látom magam, a 8,5 órás gameplayt. Próbálom. Én fogok vágni. Szeme könnyinnek tükröződéséből kitalálni, hogy hazudik-e a színész. A tesztidőszakban volt kolléga, aki soha nem hazudott. Tehát mindig az igazat, egyszer füllentett egy nagyon jó statikai pillanatban, amikor nyilvánvaló volt, hogy igen, Endre mindig igazat mond, ott akkor sikerült átverni mindenki. Hogy mondjam, valamit a levit. Ez itt a 4-es. Ez a te kezed, ez az én kezed. Gada szívem, mi legyen? Én jövök? Uh-huh. Jó. Hát én is felderítek. Ez kérlek szépen egy 3-as. Egy 3-as? Tehát elhangzott erről a kártyáról, hogy ez egy 2-es, erről, hogy 4-es. Az valóban 4-es, az nekünk nem jó, mert a 4-es az elvételt követően a hajózást követően a páros számokat szereti, és nagyon páratlan lenne, és azt mondtad a száddal,
amire megmernél esküdni. Megmernék esküdni a számra, hogy az ott egy hármas. Az egy hármas, ami egyébként kedvező. Roppant kellemetlen, hogy az ötös van a játékot, öt mínusz ponttal indítani, az hervasztó. Úgyhogy én felderítem ezt a kártyát. Na. Ez egy nullás. Ne. De az egy nagy, mosolygós, ótvar nullás. Gada, ez biztos, hogy a hármas? Nem bízol bennem? Ja, kérdezem csak, hogy ha... De várj, lehet, hogy nem beszéltük meg, hogy a jel, amit adunk egymásnak, az hazugság vagy igazmondás. Tehát adtam jelet, csak hogy ez mit jelent. Bocsánat, az én jelem az, hogyha hazudok. Aha. Ja. Jó. És adtál jelet? Hát ez egy jó kérdés. Azt sem tudom, hogy adott-e jelet, de azt, hogy hazudott-e vagy nem. Ti most csajoztok? Egymással? Attól mi lesz a csaj. Hát így, ha jó, na, menjünk tovább szerintem. Itt a szigeten már. Oda kell eljutni. Jó, én ezt elveszem. Igen? Azt lehet? Hajózol? Hajóz. Hajózok. Oké. Okay. A Katlanti óceánon egyet. És ezt képpel felfel, hát meg is nem mutatni. Mutasd meg kérlek, és érvényesítjük a kártya hatását. Azért. Ami egy egyes, ez azért parádés, mert az neked győzelmi pont, vagy hát legalábbis nektek győzelmi pont. Kiment az egyes a játékból, ezt rögtön le is jelöljük. Eddig én vezetek. Van egy pontotok, szívből mondanál, behozhatatlan előnek tűnik, tényleg rock'n'roll. Viszont a hatása az, hogy a soron következő játékos nem deríthet fel. Tehát Levinek most el kell. Most neked hajózott kell. Tehát az egyesnek az aljas kis természete az, hogy bár nem sok pont, de a következő játékost esetleg kellemetlen helyzetbe tudja hozni. Ha minden igaz, egy lapról van információd. Igen, és... És mivel arról hazudtál, azért azt most nem húzhatod fel. Pazar, nagyon mit jó. Mit is csinált a négyes? És nekem most hajóznom kell. Hajóznom. Hát egészen menni. Pontosan passzol nem tudsz, mert még nincs három kártya középen. Az egyes kártya kivette a leskelődésnek a lehetőségét, úgyhogy most, Levi, hajózunk. Hajózunk? Igen. És tényleg a... Na hanyas vagy te, disznó? Hát ez akkor tényleg a négyes lesz. Így van, igazat mondott. Igazat mondott, az bizony a négyes, kérlek fordíts le, az nekünk győzelmi pont. Csalás. Oké. Okay. Amit most tenni fogok, az a következő lesz. Ami nem más. Mint az időhúzás. Jó. Én is... Kiment, és a négyes is kiment. Én is hajózok, és elviszem őt, ami egy kettes volt. Pazar, a kettes az győzelmi pont, és eltávolítan egy ellenfelednek. Igen. A... De mivel még nincsen nektek, ezért bátran felmertem húzni, mert legalább nem tudok rajtatok segíteni. Bent van egy nullás, egy ötös és egy hármas. Uh-huh. Nekem van információm erről a kártyáról. Ez egy nullás. Na nem erős, Zoli. Erről volt állításod, Gada, nem? Nem, erről nem, volt, hogy ezt mondtam, igazából mintha erről senkinek fogalma sincs, hogy ez a kettő micsoda. Pontosabban te tudhatod, hogy mi a kettő, csak hogy milyen sorrendben van ott az a kettő. Illetve eddig mind a három kártya, ami kiment arról, ordas nagy hazugságok hangoztak. Jó, felderítem ezt a kártyát, felderítem. És téged felderített? Én azt mondom a számmal, hogy ez egy ötös. Az egy ötös? Uh-huh. Nem, szerintem az lesz a hármas, mert azt akarja, hogy valaki elvigye a jó kis öt pontosat. De ugye a hármas van, akkor az... Kudarcnak számít, mert elvételt követően páros számú kártya maradott. Gada, én azt mondom, fuck it, vegyük ezt föl. Vegyed. Ah, szép. Nem, az is ő. Ja, sikerült. Azt hittem, hogy ez nem jó, én nem is arra szállítottam egyesen. Ne, győzelmi pont, tök jó. Hát, mondtam én, szóval hogy ötös, ha? Ötös, mi? Pont úgy ezek a fények úgy lettek beállítva, hogy pont úgy tükröződött, hogy a hármas ebből a megvilágításból egészen kísértetett rajta az ötösre. Tetelsz róla meg a fényeléseid. Ennyi. Akár passzolhatnál volna is egyébként. Tehát simán mondhatod volna azt, hogy miért? Én szeretem a kihívásokat, a rizikót, és így a gadában nyerni fogunk. Tehát én mindenképpen hajózni fogok, csak az a, csak a kártya hatásokat kell megnézni, fogalmam. A nullás az most szuper kevéssé hatékony, az nulla pont. A hármas az nagyon rossz lenne neked, hogyha azt húznád fel. Egy matematikai összefüggés szeretnék kedves figyelmetekbe
sor. Tehát a 3-as az most jó? Ajánlani. Nem, az rossz. Nem, az jó. A nulla... Ja, rossz. A nulla... Nem tudom, hogy tudtátok, hogy a nulla páros számnak számít. Uh-huh. Tehát a nulla az páros. Ez a lent lévő 3-as miatt fontos. De nem, hát de a 3-asnak nem az a fontos, hogy a lennmaradt kártya az páros. Tehát az utolsó kártya, ami lennmarad, az a 3-as, azt nem annyira éri meg elvinni. Mert a nulla az páros szám. És tilos vele osztani. Vagy nem lehet, vagy nem. Mert az osztásnak a fedés nagyon szépen matematikai vizekre futott. Mérő Laci nem akarta elvinni. Ha utoljára marad a 3-as, az nem jó. Hát azt majd Gad elviszi. De nekünk... Ja, tehát azt mindenképpen ő. De az jó! Az nem, jó! Azt haszolhatok is utána. Tehát, hogyha te most mondjuk felhúznád a nullást, akkor én azt mondom, hogy passz meg, és... Levi, most jelzek! Kacsin! Már ha érted a célzást. Jó. Én a helyedben elmondom. No, Levi, no cry! Levi, ezt. Elviszem. De jól gondold meg. Ha józol? Oké, helyes. Tis, így van. Levi, gyere ki. Ti, ezt azért vegyük el, bár nulla pont. Csak hogy nem mutassuk. Én elviszem azért, hogy legyen még egy kell. Mi? Ez egy nullás volt? Így. Áll a játék, működik. Franco, egy újabb forduló következik. Használhatod így. 20 pont. Mielőtt tovább mennénk, szeretném, hogyha ti is látnátok, hogy egyébként a kártyákon az illusztrációk azok formában követik a hozzájuk tartozó számot, hogyha megnézitek, akkor egyébként ez egy koncepció volt. Hogy ugye itt meglegyen a 2-es, itt ugye ez például a 4-es. Rejtettünk el benne egy ilyen kis humort, egy easter egget. A következő fordulóban megérkezik a 6-os számunk. A 6-os szám siker, ha nincs kudarcod. Ha van kudarcod, akkor kudarc. Uh-huh. Most jelen pillanatban senkinek nincs kudarcod, roppant kellemetlen, ha van, mert onnantól kezdve számára a 6-os az problémás. Ezeket kiosztod, és akkor megy tovább a kör. Tehát te vagy a következő játékos. Így van, tehát lepakolunk, nézünk egy újabb tengert, és abban az esetben, hogyha Gadab passzolt volna, akkor eltolta volna a kezdőjátékosok a szerepét, de mivel elvitte a nullást, így élesz a kezdőjátékos. És csak így az első ötöd után, most a pontszámok szerint... Nem, az neked? Nem, az nekünk egy összembolosan. Amúgy az 7, mert 3 meg 4 az 7. Pont úgy, mint 4 és 3. Az most nekünk 7 pont. A matematikán mindig elvezünk? A pontszámot csak a játékrégvégén, az behajózását követően fogunk majd számolni a játékleges legvégén. Addig tartsátok, kérlek, megfelelő oldala fölfelé. És ugye a csapattagoknak az összegei összeadódnak. Így. Jó. Én szerepeltek penetránsan rosszul, hogyha soha elviszi a jó kártyákat. Most egyébként elég nagy arányban jó nekünk, viszont nagyon gáz, hogyha én most behúzok egy mit? Egy átkot, vagy hát legalábbis egy kudarcot, egy ilyen nagyon komoly kellemetlenséget. Akkor nem húz be egyet, Zoli. Ennyi. Jó barát vagy. Köszönöm. Jó, felderítek. Egyébként még óvatos játékra játszunk, úgyhogy egy felderítés következik. Ez egy nullás. Ne. De. Ez meg? Az egy kudarc, mert nem mondtad meg, hogy mit fogsz csinálni. Igen. Tudom, mondd nekem, hogy felderítek, vagy hajózok. Hát erről kiszólt nekem. Hát az elején nem mondtuk. Mi? Te velem vagy. Nem, én igazságos vagyok. Szeretnénk kérni mindenkit, hogy tekerjen vissza a videó elejére, nem, hogy vajon elhangzott ez? Nem, úgy kell majd megvágni, mint ezen sportközvetítéseket. Fekete-fehér, lassítva, ripléjt. De akkor... Be kell jelentened, hogy felderítek, vagy hajózok, vagy passzolok. Fogadjuk el, hogy ez egy kudarc. Jó. Anyas. Hármas. Jó van, ezt még tudjuk korrigálni. Persze, hogy tudjuk. Kimentelek a... Ja, és közben jelöljük, hogy azért kiment ez a kis hármas. Ez még át tud alakulni ide, hogyha nem, kezeljük, vagy ez csak így off? Kidobódni tud. Uh-huh. És most neked a 6-os nem jó. Mert van kudarcod, a 6-os kudarcnak számít. Gadának jó, neki nincs. Illetve nekünk is nagyon jó. Uh-huh. Kacsint. Na mi legyen, drága? Igen, elderítek. Na, most talált ki, hogy mit hazudsz. Azt mondtad, hogy a 6-os nem jó. Somának nem? Jó, az egy 6-os. Ez. Az. Mert ez a nullás, ez a 6-os. Ez egy nagyon kevés kártya. Neked jó 6-os. Hát, hogyha igazat mondtak. Szerintem igen, mert...
Érted, színészek nem tudják megjátszani magukat. Csak a leírt szöveget tudom mondani, szóval. Na, az egy impro színésznél jól jön. Csak a leírt szöveget. Szép. Szép. Bárcsak ilyen szerencse, Zoli tudja rólam, mert már játszottuk úgy, hogy én csak így hajózgattam, de nem derítettem fel, hogy én így bevállalom, és tudom, hogy elhúzom. Most mi történhet? Akkor hajózom? Hajózok, igen. Na. És ez egy hatos. Kőpapír. Tűz, mindent. Most már, hogy kiment a hatos. Köszi, Levi. Most már nekünk az ötös is jó. Tehát jó nekünk a 0, 1, 2, és a 4, 5. És mivel a 3-as, úgyhogy nekem most hajóznom kell. Tehát mindegyik jó, remélem, hogy az 5-ösre sikerül rányúlni, a 4-es is jó nekünk, mert a 3-as lett volna problémás. Úgyhogy hajózok erre. Erre a kártyára, ráfele hajózok. Ez egy kettes. Amivel egy másik játékosnak a kudarc kártyáját eldobhatod. Ó, na, milyen jó. De kár. Köszönjük. Ez a lehető legrosszabb, amit most sikerül. Levi szerzett nekem egy hatost, Zoli eldobhatja veled a hármost, innen csak felfelé vezetett. Na, mindig az első játékélmény a legmeghatározóbb, és azt szeretnénk, hogy jó játékélményetek legyen. Köszönöm. Én már játszottam vele sokkal. Összegezném, hogy mi történt. Ugye Zoli elvette a kettest. Én a 3-ast, te a 6-ost, ugye? Így van, 2, 3, 2, 3, 6. Így van, 0, 1, 4, 5 ott van. 0, 1, 4, 5. És 5, az jó. A 4-es nem jó. A 4-es nem jó. Tehát, hogy... 25%-on van. Ezt miből számoltak itt el, matematikus? Egyébként... Sőt, 33, mert én elhiszem Zolinak, hogy ez a nullás. Nem? Nem. Hát de... Mert az nem a nullás. De hát ezt mondtad. Hazudtam. Komolyan? Te szerintem hazudsz, hogy hazudol. Előbb nem hazudtam, most hazudsz. Szerintem arról hazudsz, hogy hazudsz. Tehát feladom nyelvű. És ha ez a nullás, akkor valójában szerintem ez lesz a négyes, mert mit tudom én miért. Rávegyünk valamire? Megpróbáljuk? Vagy ilyen... Menjre. Hi, legrosszabb esetben egy 4-es túlzol, ami kudarc. Én most... ami egyet több, mint az előző kudarc. Én most hajózni fogok. Igen, hajózol? Hát még mielőtt azt mondjátok, hogy kudarc. Ez elvitt! Oké. Azt hittem egy bűvészről, hogy ő jó a kártyákban, de... Még nem volt időm megjelölni a lapokat. Vagy csináljunk egy ilyen Soma Edition tervvel, amikor ilyen 0,5 mm-re rágunk a kártyát. 0,5. Most tulajdonképpen... Azt történt, hogy 4-es húztam, tulajdonképpen ez az egyedüli rossz, amit húzhattam. Mint ahogy nekem az előbb a 2-es volt. Az. Igen. Na, de azért egy kaptál pontot legalább, én ezért csak mínusz 4-et kaptam. Igen. Ez rosszabb. Mármint, én nekünk a legjobb most az 5-ös lenne. Az nagyon jó lenne. De tulajdonképpen... Bármi. Éreztem, hogy itt nagyon komoly konkurencia, ezért van rajtam ilyen 50 pontot érő. Ebben a játékban arányleg nagy előny, de behozható, szurkolok, hajrá, srácok. Jó, hajózni fogok, és elviszik ezt. Az 1-es. Jól van. Gada, hallgassam, ez az 5-ös. Ez az 5-ös. Figyelj, azok után kiúsztál a 4-es, nem tudom biztos. De nem, figyelj, a Zoli szerintem igazat mondott a nullával, mert vagy nagyon fifikás. Mert egyszer még így mondta, hogy igen, nem tudom, hogy belefeledkezett abba, hogy így miket mondott, és a nullás úgy mellé tette. Úgyhogy vagy nagyon jó a figyelem elterelője, még egy bűvészt is megtéveszt, pedig a bűvész ki van hegyezve arra, hogy a megtévesztést megtalálja. Muszáj, ebbe is belenézzek! Hát én... Ez egy külön kamerát, amit csak tényleg? Igen, koketálhatok. Én azt mondanám, hogy ő az ötös, de lehet, hogy nincs igazán, tehát persze ez így van. De én azt mondom, hogy inkább... Ha... Te miért gondolod azt, hogy ez az ötös? Azért, mert csak a nullás is az ötös van, és Zoli tett egy olyan félig megjegyzést, amit lehet, hogy direkt, de lehet, hogy véletlen, hogy ez a nullás, miután már csak a többi lapra kommentált. Ha ez a nullás, és ez az ötös, akkor mindig a Zoli úgyse tudja elvenni az ötös, maximum ezt a 4-5 pontot. Igazából ez a legrosszabb esetőség. Igen, csak tudod bennem azt mondom, hogy mi van, ha azért mondta a legelején erre azt, hogy nullás, mert azt akarta, hogy ez minél tovább bent maradjon, hiszen az ötös azt szereti, hogyha kevés kártya van középen, ezért ő tényleg egy teljesen hasztalan kártyát hazudott ide be.
Ez is benne van a pakliban. Nem hasztalan azért. Jó, oké. Okay. Micsoda nulla? Hát csak megdobja a saját kudarcodat. Az neked lenne jó. Legalábbis az alapjátékban ezen borjál majd az Excess-eszéd, erre a Mando játék végén. Jó. Igazad lehet. Ahogy neked is. Köszönöm. Gondolataitok galaxisát, kérlek egy gombos tűfejű aprócska döntésbe összpontosítsátok. Mindenkinek igaza van, ahogy megmondták a Megáll az idő című filmben. Nem, vagy neked van igazad, vagy nekem. Vagy kiderül, hogy egyikünknek sincs. A reklám után kiderül, bassz. Nem. Én úgy vagyok, hogy én el fogok venni egy kártyát. Hát nyilván. És azért fogok bátran a saját megérzésemben bízni, mert te behúztál egy 4-est, tehát, hogy... De ez full tip volt. Jó, de hogy azt mondom, hogy... Ezt meg tudományosan alátámasztottam. Na de mindegy. Hajózok. Francba. Hajózok. De neked ezt nem jó elvenni. Ja, de jó elvenni. Mit mondtam? Ez azt jelenti, hogy már van 2-0-ásom. Viszont nézzük a dolgok. Jó oldalán? Te kezdesz majd. Most, hogy megírtuk a menta listát, hozzuk elő belőled a menta listát. Próbáljunk egymásra hangolódni. Remélem, ezt már vettétek. Oké, megvan. Jó, oké. Megérkezett a 7-es kártya. A 7-es az dicsőség, de egy ellenfelednek kell adni. Úgyhogy abban az a jó, hogyha ők húzzák ki. Jó. Ha nem, az a jó, hogyha ti húzzátok ki. Nekünk az jó. Nem. Ez egy nagyon messzi helyre vívő vita. Sajnálom, hogy előbb nem hittem neked. Mindig ezt, hogy megbeszéljük. Jó. Játék után. A 7-es kártya inkább 3-as játékos száma a domború ki a legjobban, mert te döntöd el, hogy kinek fogod adni, de szerintem ez egy izgalmas, kerülendő történet. Ne húzd ki a 7-es, vagy legalábbis még mielőtt során. Én felderítek. Felderítek. Mit csinálsz? Felderítek. Vagy ahogy a francia mondja, valahogy felderítek. Mondja. Na, én megnézem, hogy ez micsoda. Mert ez a felderítés. Ez egy... Ez egy 3-as. Jó. Én az elhiszem. Na. De megnézem itt a mellette felderítést. De hát, hogy elhiszed, akkor vedd el. De ez nekem nem jó, mivel 3-as, nem? A 3-as az jó lenne, úgy. Ja? jól visszaszeroltam. A 3-as az valóban 3-as. Felderít. Á! Ez pont egyel több. Ez egy 4-es? Igen. Ez tehát Soma, erre azt mondtad, hogy ez egy 3-as. 3. Én nem azt mondtam, ez egy 3-as. Jó. Erre azt mondtad, hogy 4-es. Én jövök. Én is felderítek. Ez egy 5-ös. Az egy 5-ös. Felderítem ezt. 6-os. 6-os. Hogy keverted meg ezt? Csak megfordítottad kétszer egymás után. 6-os. Na hát az a 3-as. 3, 4, 5, 6. Akkor ez csak 7, egy 7-es. 8, 9, az nem stimmel. Jó. Valahol innen indul el. Gada, mi a taktikánk? Itt. Hogy nyerünk? Jó. Az a taktikánk, hogy te megpróbálsz nem szerezni kudarcot, én meg megpróbálom nem a nullásokat felhúzni. Ez eddig nem sikerült. Váltsatok taktikát. Na de ha ez a 3-as, ez nektek jó? Igen, de az kevés pont. De ez meg az 5-ös, az meg még jobb. Nem, az 5-ös nem jó. De most még nagyon nem jó. Most még nem jó, bocsánat. Igen. Na jó, én ezt akkor... Meghajózom. Hajózd meg, de durván! Adjál neki! Szedd alá! Ez valóban egy 3-as. Az igaz mondó juhász mindenségre. Így van. I'm just saying. De figyeld, én soha nem hazudnék nektek. Figyeld, hogy a bűvész hogy húzza fel a kártyát.
Nem így húztam fel. Jó, csak hogy van így, de kocintettél fel, tudjátok. Főleg a szájtartás tetszett. De azt sokat kell hozzá, van egy ilyen tornádra. A wow faktor. Ilyen kicsit pornós volt. Ide kicsaptam a kis kártyát. Nem a pornós, az egész máshogy néz ki, de... Honnan tudod? Láttam már bűvész... Nem hallott, hogy fogyasztás felnőtt hatalmat. Bűvészes felnőtt filmeket szoktál nézni. Van? Van olyan? Biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Hova dugtam? Van ilyen szabály. Betörök erre a piacra, hogyha nem, hogy újabb Covid lesz, akkor valami kezdődik. Fontos a biztonság. Mi volt a fület mögött? Jó, de... Jó Istenem! Milyen, van ilyen szabály? Van valami nevezés van, hogy gondolj bármire, és olyan pornófilm van. Én csináltam egy ilyen challenge-ot Rékával, hogy mondj három betűt, írd be a YouTube-ra, és van olyan rapper. Mondj bármilyen három betűt, AFK, bármi, lesz olyan rapper. Lehet, hogy örmény, de lesz rapper. Aki három betű. Bármilyen három betűt írsz be a YouTube-ra, lesz olyan rapper. Három különböző betűt, vagy lehet három ugyanolyat? Biztos, hogy lehet három ugyanolyat. Három különbözővel izgalmasabb, de akár három ugyanolyat is. Szerintem fogsz találni a rappert. XXX, ezzel ne próbálkozol. Igen. Mások is feljönnek. Az jó rapper. Jó, szóval... Hát ki jön? Én is mondtam, hogy hajózom. Hajózom, és ezt el is húzom. Na tessék. Azt a négyest? Igen. Az jó. Az Már bejelentette. Olyan jó, hogy na. Egyébként meg kikérem magamnak, hogy beszóltak arra, hogy nem tudom, milyen felnőtt filmes fejjel húztam fel a kártyát. Levi az ezt csinálja. A Levi? De nem én! Én csak ki akartam próbálni, hogy milyen. Hát jó a jó érzés volt? Jó. Ilyen egy pillanatra elhívtam. Megnyugtató. Igen. Jó. Én hajózok és megnézem, hogy ez tényleg hatos-e. Nem, ez egy kettes. De az tök jó lenne, hogyha valami... Ha mindegy, hagyjuk te ezt. Az nagyon jó lett volna, hogyha mi húzzuk fel, igen. Mert egy ellenfelednek a kellemetlenségétől szabad. Jó, mindegy, megtanultam, hogy Zolinak... Zoli hazudik. Vagy igazat mint a vízfolyás. Ez előbb tök igazat mondtam. Teljes, az olyan nullás volt, mint a szél. Igazat mondtam, és sose hazudnék. Most megpróbáltam, nem jó érzés, de többet nem fogok. Annyi történt, hogy már kétszer megvezetted a gadát. Az én káromra. Hát jó. Annyi apróság van, hogy itt elment egy kettes, elment egy négyes, hármas, négyes. 0, 1, 5, 6. És egy 7. Hetes. Na a hetes, az nagyon nem jó. De. Nem. De. Van az a rajz a hatos meg a kilencessal, hogy két oldalán állnak emberek, és az egyik mondom, hogy hatos. Hú, erről volt a idézet, hogy volt. Jó. Felderítem ezt a lapot. Felderítek. Ez a nullás. Már megint. A nullás az... Figyi, az ötös, amit én mondtam, az most már jó nekünk. Te ezt mondtad, hogy ötös? Igen, arra azt mondtam, hogy ezt ötös. Meghajózom. És ez egy ötös. Hey! Ötös. Adj egy ötöst. Felderítem. Őt. Jó. Ezt. Ez egy hatos. Legközelebb tudnád úgy megnézni, hogy a kihajtható képernyőn lássam, amit... Jaj, de szép! Ez a... Nem, azt hittem, hogy a videó miatt azt kérdezed, hogy lássák a nézők. Van kárnyézó, hogy minden játékos meg a tükör van. És a titkosszerepes játékok egészen izgalmas gellert kapnak. Van, ami viszonylag egyszerű. Ez állítólag egy hatos, és ez állítólag a nulla, ugye? Uh-huh. Aha. És a... Ez a kártya, és a hatos az kudarcnak számít, hogy van kudarcod. Igen, hát te nullát húzom fel, az most neked tök jó, mert eldobhatnád a kudarcodat. De te jössz. Ja. Hát neked jó a hatos. Igen. Feltéve, ha... Ön melyikről hazudtad egy hatos? Erről. De most melyikről? Ja, erről. Mindkettőről már szerintem? Nem. Ja. Erről hazudtad. Erről mutatod, hogy hatos, nem? Azt hiszem.
Nézd mélyen a szemembe, mire hármat számolok, elmondod, hogy melyik a hatos. Nem, erről mondtam. Nem. Jó. Most az van, hogyha én nullást húzok fel, azt nem akarom, mert eddig mindig én húztam fel a nullást. Az egyes... A nullás tök jó. Erről mondtam, hogy hatos. Nem kudarc. Vagy erről. De várjál. Igen, hatos, hetes. Hetes nem szabad felhúznom. A hatost, vagy az egyest kellene felhúznom leginkább, hogy valami pontot is szerezzek. Ez tök jó lenne úgy játszani ezt a játékot, hogy tudom is, hogy mit kell hazudni. Tehát, de nyilván ebben bele lehet jönni. Te már játszottál ilyet le? Nem. Jó, akkor ez a hatos. Előbb nem hittem neked, az amikor levezetted... Tudományosan. Tudományosan. Dr. professzor PhD Habir Soma, aki vagy. Aki vagyok. Tudom, hajózok és elhúzom ezt a kártyát, levisem. Jó. Na. Hogy ment át a bűvész... Hatos! Bűvészből, a pornósba, a levisbe, ez hogy ment át ugyanez a mozdulat? Majd visszanézheted a videót. No. Ezt hogy csináltad? Egy bűvész sose fedi fel a titkait. Ezt megtanítod? Jó. Azt hittem meg akarod simogatni az arcot. Oké. Okay. Akartam beledőlni. Hajózok. Ide. Na tessék. Hogy ne te. Na. Jó. Na te. Akkor van egy hetesünk és egy egyesünk. A hetes nagyon nem jó, ha felhúzod. Igen. Nagyon jó. És az egyes, az igazából... Hát egy pont. De annyi. Igen. Én passzolok. I pass. Oh my god! I'm passing. I'm passing. Na, oda is Soma elpaszta. Hát tulajdonképpen egy pontot nyerhetünk, kivéve... Magad a felhúzza a hetesnek. De nem, ugye az van a alternatív szabályban, ez mai házi szabály, hogyha egy ember passzol, akkor neked a hetes fel kell felhúzni. De az, csak melyik a kettő között? Hát legyél bevállalós, Lavi. Ez csak egy játék. Csinálhatod azt, hogy most megnézel valamit, és asztalodat pedig lerendezsz. Igen. Arról nem készítek felvételt. Felderítek. Felderítesz? De melyikre mondod? Ezt mondod, nem tudod a hetest. Na az? Úgy is van. Na, hát mondtam én. Ez a hetes? Uh-huh. Igen. Most azon gondolkodok, igen, hogyha én azt mondom, hogy kipasszolok, akkor... akkor ugye neked... Ő megnézte ezt, ugye? Én. Igen. Az volt a hat. Igazából ők tudják mindkettőről, hogy micsoda, mi semmiről nem tudjuk, hogy micsoda. És te már nem is a játékban. Ja, várjál, egyszer passzoltam, akkor nem jöhetek vissza? Mi is, mert csak egyszer jövünk. Ja. Igen. Szerintem... Az úgy ilyes a passz, mert egészen biztosan te fogsz kezdeni a következő körben. Tehát te ebben az esetben megérjük. Ja, ezért csináltam. Nem az. Ha most passzolok, és a Zsani azt mondja, hogy hajúzik, akkor felhúzza az egyest. Ha ez mondjuk nem a hetes, hanem az egyes, akkor felhúzza, van egy pontja, te már nem jössz. Igazából... Levi is kipasszol, a hetes nem kerül. Én már nem passzom, nem. Te nem passzol, csak az Oli. Csak az Oli jön. Hát előlünk el tudsz vinni egy pontot, vagy tudsz adni nekünk hetet. Jó, passzolok. Te jössz. Igazat mondtál erről? Igen. Igen? Tehát azt mondtad, a hetes mondtál róla. Igen. Akkor hajózok ide. Csak nem ismerem fel a számot. Hajózok ide. Jó. Jó. Akkor és akkor mi azt ez megkapjuk? Kuka? Nem, ez kuka már jottó. No! Tervezett nehéz átverni. Hölgyeim és uraim! Az utolsó előtti felfordulóra futunk rá, a zöld közi tengerre. Nem földközi, zöldközi, át is. Egyébként ezért zöld. És több is van belőle, egészen pontosan szám szerint 9 lap. A 8-as, ez a kártya dicsőségnek számít, helyez egy kártyát a nyílt vízről, ami középen van, a saját kudarc pakridra. Ennek a kártyának a képessége nem aktiválódik, de most roppant kellemetlen, hogyha mondjuk egy hetest raksz magadnak kudarcnak. De ez random? Random. Lehet, hogy már van információd valamelyik kártyáról, tehát a 8-as az 8 pontot ér, viszont jön vele egy kártya kudarcnak.
Ez és nagyon nem mindegy. Kata tevet fel, és akkor nullás mellé tudod húzni. Jó. Hát csak az a lényeg, hogy a Zoli megmondja nekem, hogy melyik a nullás. Jó. Hát vagy én jelzek majd. Vagy te is. Jó. Mi legyen a jel? Legyen az, hogy nulla. 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 100 FPS-be. Egy, kettő, három. Na. Padam, padam, pam, pam. Szerintem hajóz. Mit csinálsz, Soma? Hajózol? Hajózol? Tényleg most csak így a vicc kedvéért. Behajózol? Ha hajóznék. Minden esélyed megvan arra, hogy történjen valami. Jó. A nulla az tulajdonképpen jó. Az egyes az jó, a kettes az jó, mert tőletek nem dobhatok el, a hármas az nem jó. Mert a négyes jó, a négyes az ötös jó. Nem jó, hatos neked nem jó, hetes nekünk nagyon jó, nektek nem jó, a nyolcas jó, de nagyon kockázatos, mert jön bele egy mínusz is. Úgy számolom, hogy nem éri meg hajót. Na jó. Mit csinálsz? Megnézem, felderítek. Jó. Még mielőtt megint bele, hidegetlen módon de bele suvasztjátok a mínusz pontjaim közé. Ha azt mondja, hogy nem hajózok, az azt jelenti, hogy felderít, tehát nem kell kimenni azt, hogy felderít, vagy csak passzol. Az, hogy nem azt hajózok. Egy passzol. Csak hogyha kötekedjek. De hogyha ha passzolok, akkor nem veszem el? Csak fontos, hogy nem akarom, hogy kötekedjetek a spannommal. Igen. Span. Jó. Tehát akkor közspan. Csak ne legyünk spancserek. Ez egyébként ez a... Ez érdekes hadviselés egyébként. Olvasztani az ellenfelédet. Egyébként mondom, hogy ez a négyes. Az, ez egy négyes. Ja, mert felderítettem. Négyes számon rajta. Hát ezt nem tudom, de ez egyébként a négyes. Ezt elfogadom. Na, tessék. Én nekem sem kell, nekem is el kell fogadnom a tényt, hogy ez egy négyes. Persze. Felderítek! Felderítek, kapitány! Ezt itt. Középen? Én persze. Hát csak nem. Segítsek fel! Azt nem mondta, hogy négyes. Nem. Csak mondd még egyszer, hogy négyes, ha mered! A négyestől. Hetes. Na. Ez egy hármas? Vagy ötös. Vagy egy ötös, ugye? Ha már a matika vízei... Ötös vagy hármas? Meg kell mondanom, hogy melyik konkrétan? Kell állítanom. Ne, ez az szerencsés lenne. Az egy ötös. Ötös. Nagy dópikulát. Jó. Akkor hajózok. Helyes. És elviszem a négyes. Na, hát ez szép. Minden alkalommal valami... Próbáltam adaptálni. Felderítek. Gadaptálódj inkább. Figyeljetek, a nullás lesz. Igen, az örülke nullás, nem mondja. Ez egy nyolcas. Ne. De. Az mit csinál? Hogy amellé jön, amellé kell elvegyem a nullást. Jó, én... Nem, a nullást azért vedd el, hogy megszabadulj a négyesettől. Jó, én felderítek. Zoli hazudott. Mikor? Egyébként mindig. Megállás nélkül. Most melyikre nem. Gondolsz? Súlyos tényleg. Folyik a hazugság a szájából. És egyébként azért, mert ez a nyolcas. Soma egy bűvész és nem matematikus. Ez... Honnan tudhatnád? Hát azért ezt felismered. Vagy ez vagy végtelen, nem tudom eldönteni. Elhiszed ezt Somának? Nem. De fogalmam sincs, hogy mi lehet ez. Nagyon jó egyszer. Jó. Kérdez, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy kik hazudnak nagyobbat? A bűvészek vagy a színészek? A folytatásban kérdez. Én a tartalomfejlesztő. Én itt vagyok egyedül, sima tartalomfejlesztő. Én semmiért nem csak, ami hazugság lenne. És itt tudok három emberre, akiknek ez a szakmájuk, hogy... Hazudtam. Én még felderítek, ez a tuti. Fél órában később. Van hour later. Van eternity later. Na, vagy mindenki hazudik. Vagy az is egy nyolcas. Ez is egy nyolcas. Komolyan? Már három nyolcas van. Ez
zseniális. Most kicsit elgondolkoztam azon, hogy valami a jó példányt hoztuk el a boltba, vagy a hibát. Van-e prototípus, hogy mindegyik kártyán azon Zoli nyer? Ez a kedvencem. A Zoli nyer, felfolytam, nyertem. Picit uncsi, de annál szórakoztatom. Ez volt a te kártyád? Na ez. Ez volt az enyém. És te arra azt mondtad, hogy 8-as. Igen. Levi erre mondta azt, hogy 8-as. De Levi hazudik. Mindegy, a 8-as nem szeretném elvinni, mert félek, hogy utána felhúzok valami nagyon durvány. Hát de mit néztél? Ja, te nem néztem meg sem. Ja, akkor tök mindegy. Figyelj, én is felderítek. Deríts föl! Jó. Megnézheted, ezeket nem kell megnézni, mert ezek 8-asok. De a többit... Jó. Én őt nézem meg. Ez egy 2-es. A 8-asban az a Ganai, jó pont, viszont csinál egy kudarcot. És onnantól kezdve kiesik a 6-osra, mert egyébként már jó pont. Tehát hogy onnantól kezdve neked van kudarcod, már kiesik a képletből. Hát azért, akkor ne vett fel a 8-asra. Te ezt a mellette lévőt nézted meg? 1-esre? Ezt néztem meg, és 2-esre. Nem tudsz beugrasztani. Soma. Hiszek igen. Neked. Te egy őszinte, tiszta lelkű ember vagy. Sosem. Most már sokkal kérdezik. De aztán pápát én hangom kell. Helyes, jól van. Mi Skywalker. Na ne legyél már ez a biztonsági játékos matróz, hát nem hiszem el. Hajózok. Én ezt meghajózom. Rohadt életben. Még felveheti a 7-est. És én igen. Tudom, hogy ez egy 1-es, mert én ezt megnéztem. Szóval az a játék. Tudod, mit innék most erre, hogy igazán egy pröccsöt? Csak ne legyen túl spicy. Nem, itt csak jó játékok vannak. Na jó, most, hogy már semmiről nincsen információm, Most de ez egy 8-as. Hogy folytatod? Még ezt tudjuk, hogy ez egy 8-as. Lapról azt mondta Levi, hogy 8-as. Megnézem, felderítek. Igen, és? Érted. Ez egy 7-es. Melyik a 7-es? Ez. Az. Ez egy 7-es. Az nektek nem jó? Ja, akkor... akkor 6-os. Akkor 6-os. Nem, egyébként hazudtam. Nem hazudtam. Ez a 7-es egyébként. Arról hazudtam, hogy hazudtam. De nem hazudok. Ez a 7-es. Ha csak nem hazudok. Uh-huh. Ha... Who knows? És... Van információ egy lapról. Többről is. Van információ több lapról. Tudja például, hogy ez a 7-es. Például. És tudja erről is, hogy ez egy 2-es. Uh-huh. Vagy inkább mondjam úgy, hogy 2-es? 2-es. 2-es. Ez volt a 2-es? Az a 2-es. Azt te nézted meg? Én. Ja, és ez nem csak volt volna egyébként? Azon szaladjunk végig, hogy mi az, amit nekünk most nem, érdemes jó. Kihúzni. Neked nagyon jó 6-os. Nekem? Neked nincs kudarcod. Nekem problémás a 6-os. Tehát kettőnk közül neked kéne a 6-os. A 3-as az jó nekünk, mert páratlan számú lap marad utána. A 0-as is, 2-es is. A 7-es a gáz. Jó, de a 0-as meghagyjátok nekem kérlek. Tehát Nagyi, ezt ne vedd föl. Mert ugye ez a 7-es. Az a 7-es. Igen. Jó. Tehát ha ezt nem veszed, akkor nem lehet gond. És ezt se vedd fel, mert ez ugye egy 2-es. Miért éri meg, tehát vagy igazat mond, vagy hogyha taktikázni próbálnak, akkor miért érné meg neki arról azt mondani, hogy 7-es? Szerintem nem érné meg, úgyhogy szerintem az tényleg egy 7-es. Uh-huh. Jó, akkor hajózni fogok. Hajózol? Oda? Oda. Hajózom? Na, lássuk, ne csigázz, Levi! Így van, pazar. Ez csodálatos. Így van. Oké, okay. Maradt ott egy 0, 2, 3, 5, 4. Úgy érzem. Hát figyelj, valahogy állunk. Na várjál, gondoljuk végig, 5-ös jó neked, a 0-ás az csak hoznád, nyomnál egy gadát. Sose nyom fullba a gadát. A kettes, de az élet sok területére igaz. Oszkör bácsi nem gyűjt. A 2-es tulajdonképpen mindegy, mert
csak egy, így is jóval vezetnek, tehát ezt eldobod, és még mi van? A hármas? Igen, a hármas most nem lenne jó felhúzni, a hetes neki kellene felhúzni, nekem most egy ötös lenne jó felhúzni. Hát szerintem ez az ötös. És ez... Azt Levi tudja. Mit? Hogy ez ötös-e. De nem mondja. Levi, hát dehogy nem. Ez de mondja, figyelj, nem te vagy Molnár Levi magyar hangja, majd ő elmondja, ha el szeretné. Azt imádnám Molnár Levent a magyar hangja lenni. Molnár Levent a magyar hangja Győri Zoltán. Például. Ó, de imádnám. Egyszer próbáljuk ki. Jó, nagyon szívesen. Szóval ott tartottunk, Levi. Igen. Hatalmas szeretettel köszöntök mindenkit. Ez amit játszunk, Rog. De én jövök. De az a kérdés, hogy ez vajon egy ötöse, hiszen azt te láttad. Láttam. De nem ez a kérdés, ez egy ötös, nem? Az. Na, hazudsz? És a pók ösztöneid mit sugnak? Jeleznek, bizseregnek. Hogy neked? Nem, hogy arra mit mondtál, hogy az hanyas volt? Ja, az jó. Az egyik tesztek alapján ez egy 20 perces játék. De nem az a kérdés, hogy milyen, hanem hogy hanyas. Nem képzelni egy kicsit olyan. Hogy amikor megnézted, akkor te mit láttál rajta? Elnézést, a korongok egy kicsit el. Levi, ne csináld már! Ki az a Reginald? Tudom, de... Igen. Mi a kérdés? Jó, tudod, mit felderítek. Ez rohadtul nem egy ötös. Hanem egy más szám. Mi bocsánat, a Levi sem mondta meg nekem, hogy mi egyébként... Mert én már megmondtam a következő körben. Tehát az nem egy ötös. Tehát nem most húztam. És egyébként meg megmondtam, hogy ötös. Ugye. Azt mondtam, hogy ez ugye már nem egy ötös. Igen, és az volt a kérdés, hogy de mi? Az egy hármas. Na. És ez mit csinál? Az nem jó nekünk. Jó. Akkor Zoli, te jössz. Én hajózok. Na, nem, ne viccelj. Hova? De ide. Én hajózok. Köszönjük szépen. Oké. Okay. Ez egy kettes, ami elviszi. Soma, szerintem őt el... Volt? Mi? Kár, hogy ez a fönti kamerába biztos látni. Na. Őt elvinnéd, kérlek. Nekem nagyon tetszett az... Nem mondtam megint be, de elvinnéd, kérlek, el. Igen. Hát, akkor... Úgyhogy ez kérlek szépen, ez egy öt pont oda nekünk. Ha vissza tudod varázsolni most azt a lapot... Megoldható! Oh my god! Oh my god! A világbajnok művész látom! Itt a jó barátok van, Csori! Megőzte! Megmutatom lassítva. És én jövök. Igen. Hát mihez is felderítek persze. Ez a passzol, nem mersz, passzolhatsz is. Igen, de nem mersz csak úgy hajózni, úgy rányúlni valamelyik kártyára. Billman hajózni. Igen. Azt mondtam, hogy felderítek, akkor felderítek. Jó. Jó, én sem leszek Molnár Levi magyar hangja. Az is jó kártya? Ez egy hármas. Ó. Az nem jó nekünk. Mi van még bent? A hetes, a kettes sincsen már bent, ugye? Akkor a nulla, három és hét. 0, 3 és 7. Hát akkor nem vegyél el egyet se. Hát akkor nincs értem, hogy bármit is csinálj. Jó, én... Gyávan, basz. Gyávan. Nyuszi vagy McFly? És abban az mennyire zseniális, hogy ott elcsinálja, hogy nyuszi vagy McFly? Pak. Az eredetiben csüken volt. És jó, akkor... én felderítek egyet. Ez egy nullás, úgyhogy azt nem, azt hagyjátok meg nekem. Jó, nullás mit csinál? Ez kudarc. Jöhet, Zoli. Passz. Ne. Jó. Most ez a kérdés, hogy te hármasozol, vagy hetesezel. Egyik se jó neked. Hát akkor... Vedd el a nullást. És ez miért jó? Azért jó, mert utána Levi jön. Ha ő nem passzol, hanem azt mondja, hogy hajózni fog, bár ő tudja, hogy melyik a hármas. És ha elveszi a hármast, az akkor neked az marad neki. A hetes. De én elhiszem, hogy ez a nullás. Ez igen, csak ő most elviszi a hármast, nekem... akkor az neki ugye pont lesz, mert egy kártya marad. Igen, úgyhogy passzolni kell. That's the only way. Passz. Nekünk a nullás lett volna jó, picit kockázatosnak éreztem, inkább elengedtem, mert... Akkor te passzoltál. Akkor most jön el... De... Somolyan, passz. De én nem tudom eldobni a te... Akkor passz. De Levi...
Levi! De Soma, te jössz most. Te ja, én passzoltam. Én is passzoltam. De Levi! Én jövök? Igen. Már mindenki kipasszolt? Hát jó, de most úgyse érnék semmit semmivel, hát te is kipasszoltál már. Igen, de igazából igen. Maximum, igen. Legjobb esetben kapunk 0 pontot a nullás kártyára. Igen. Jól értem? Igen. Igen. És tudjátok mit? Fúba nyomom a gadát, elviszem a nullást csak a poén kedvéért. Pazar, pozső, így van. Kiment az utolsó kártya. Igen, így kell keményen játszani. Így. Megérkezett a 9-es kártyánk. A 9-es dicsőségnek számít, viszont egy ellenfelednek kell adnod egy másik lapot dicsőségnek. Bármelyiket? Tehát a nyílt vízről egy lapot át kell adnod egy ellenfelednek dicsőségnek. Roppant kellemetlen, hogyha egy 8-as tatszod. És nekem nagyon fontos volt tervezőként, hogy ne legyen lefutott érzetű a játék. Tehát szerintem még könnyen fordítható egy. És milyen jó, hogy van 10 token. Hiszen... Úgyhogy ne adjátok fel. Jaj, te szép. Még bármi lehet. Nagyon, nagyon szép, felderítek. Neked nem ilyen coachnak kellene elmenni. Rossz kedved van? Ne add fel, lesz majd még jobb is. Igen. Köszönöm, Molnár Levi voltam. 100.000 forintot kérek. Ó, hát ha így menne. Oké, felderítek ezt. Ez egy nullás. Na ne. Köszi. Jó, én felderítem ezt. Ez a nullás pedig. Vagy miért ezt hazudta a Soma? Egyértelműen hazudtam. Nem egyértelműen, kétértelműen, vagy egyértelműen? Igazán rájöttem, én a legrosszabb, az előbb, most már megtanultam, hogy hetesről felesleges hazudni. Halúzni az? Halúzni is. Most ezt is megtanultam, hogy valószínűleg, ha Zoli mond valamit, ugyanazt mondani felesleges, mert akkor csak többletinformációt adok neki. Még úgy nem abból élek, hogy beszélek emberek előtt. Na, igen. Tehát, hogy lényeg az, hogy ez a hetes, ja, nem a nullás, nem. De, mindegy, és hogy jöhetsz, ez a lényeg. Felderítem ezt itt. Nem hajózom oda, csak megnézem, hogy... Mégis mi újság? Egy hícsi-hajcsi. Ó! Ó! Az egy. Én vágyok munká? Várjátok, ez a hatos lesz. Vagy a 9-es? Hát attól függ, hogy tartod. Hát ez az. Mindegy. Na jó. Vagy az egyik, vagy a másik. Ez a 9-es. Pipa volt szerintem. Rajta, vagy bálna? Egy 9? Pipa vagy bálna? Tessék? Pipa vagy bálna, mert a pipa a hatos. Mentő. Akkor az a 10. Az a nulla! Ja! Istenem! Nem tudom, hogy nektek megvan-e az Udvari Bolond című film, egy 80-as, 90-es évek környéke. Veletek egyszerűen olyan, mint abban a jelenet, a mozsaros pohárban méregvár. A város pohárban nem virul a pirula, azt kell meginnod. Ugyanígy beszéltek ti is, ilyen... Kódban! Igen, és így... Nem értem, hogy most kivel vagyok? Mi vagyok én? Mi tehát vagyok? Az a lényeg, hogy... Mit csináljak, Soma? Ez az a lényeg? Az a lényeg, hogy te jössz. Próbáltam összefogni, rájöttem, hogy teljesen felesleges. Vigasztaljon, hogy Levi nem csak téged, hanem engem is. Felderítek. Azt hiszem, hogy egyértelmű volt, hogy ez. Ez egy mentő. Hát mi más derítettem volna fel, hanem a nullást. Komolyan? Igen. Te is, mert abban is van 3. Erről mondtad a nullás? Igen. Gyáva vagy. Nem mered felhúzni. Én hajózok ide. És elviszem magamnak ezt. Na tessék! Erről is te tehetsz! Tudtok majd csípolni? Jó. Így. Várj, és ez mi volt? Ezt én néztem. Azt hittem ez a nullás. Papír a nullás. Nem. Arról azt mondta a 8-as, és ugye kiment az ilyen fantasztikus tehetségemnek köszönhetően. A 8-as meg a nullás. Elhittem neked, hogy nullás. Zoli megdicsérte önmagát. És szokta. Jó. Én egyelőre felderítek. Őt megnézem.
Mit vettél föl? 8-ast, és azzal magamnak a nullást, mínuszpontnak. Jó, akkor azokat nem mondom. Ez a... Figyelj, a saját dolgodat nehezíted meg, mondhatod azt, ami rajta van. Igen? Akkor a... Jó. Jó. Ez a... Oh, ah! Majd elfelejtetted. Ez a hármas. Ez a hármas. Sama, itt vagyok, ne a levire. A hármas. A hármas amúgy, ha elviszed, az jó. De nem biztos, hogy igazat mond. Na és mit tud a hatos vagy a kilences? A kilences az nekünk pont, csak nekik kell adnod pontot valamit. Mm-hmm. Tehát a nyílt vízzel kell egyet venned és odaadni nekem dicsőségnek, mm-hmm. vagy a Samának. Mm-hmm. És a hatos? A hatos nekünk az nagyon jó. Az mert csak pont akkor, hogyha nincs még kudarcod. Tehát, nekem a hatos nincs az ilyen. Nagyon nem lenne jó. Soma, neked van kudarcod? Nincs. Nekem nagyon gyanús. A sikergyermeke vagyok, Zoli. A bűvészít adja a kezét. Az egészet eltüntet. Volt csak. Átfordult. Hogy ne? Kevés a tét, a kedvem sötét, én ezt behajózok. Hajózol be. Hajózom be. Ez egy 9-es. Ó, egy nyugodik. Így van. Igen, a 9-es. Van tudomásod, melyik az 1-es? Nincs, nem tud semmiről semmit. Hagyd, hogy ő döntsen, jó? Ez 3-as, ez meg 0. Ja igen, ez a 0 és ez a 3. Szerintem soha nem mondott igazat. Akkor most, hogy mondjátok, ez a... ez a szóval, tényleg csak az, hogy ott bekockáztatunk, vagy megyünk valami teljesen randomra. Hát, ha hármas lesz, és akkor tudjuk, hogy... Tehát van, szóval van. Arról a kártyáról se. Mondod igaz. Hát figyelj, nézzük a dolgok jól. De lehet, hogy kapnak 3 pontot, az amit, ami kapnánk 6-ot. Szerintem a 3-ost érdemes van ám. Az ez. Ez meg a 0. Ezt a legérdemesebb egyébként, mert ez csak 0 pontot ér neki. Én próbálok megsegíteni. Nem mondd, hogy nem próbáltalak megsegíteni. Ez igaz. Úgyhogy igazad van. Tehát csak magamat okolhatom ezért a kártyáért. Nem, azt adja, tudod. Így ő 9-est. 6-os! Igazából 3 ponttal lettünk gazdagabbak. 3 ponttal lettünk gazdagabbak. Kiment a 9-es és a 6-os. Tehát benn van még az a firmányosan furmányos. Hát az 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ugye? Így. És én jövök. Te, gyere. 2, 4, 6. A 3-as az? A 3-as páratlan szám. Páratlan számokat szeret. Fel, Gada. De nem arra mondtad, hogy 3-as. De ez a 3-as. Ugye? De, ez a 3-as. Nekem úgy remélik, mint hogyha erre mondtad. Ne, ez a 3-as, hidd el nekem. Húzzam fel. Húzz fel. De hogyha átpasszol. Becsaptalak én téged valaha. Jó, akkor hajózok. Hajózol? És tényleg. Jó, hát tudod, ez a bűvész csak a kezét figyeld, és nem figyeltem a kezét. 1-es jó nekünk, 2-es jó nekünk, 4-es jó nekünk, 5-ös jó nekünk, a 7-es a nagy obledi-obledá. Én helyedben. Hát hajó, akkor... Hajó, nem hajó. Hajózok ide. Pazar, nem deríthetsz fel. Tehát vagy csak hajózás, esetleg hajózhatsz is. Mert passzolni nem tudsz, mert nincs alig kártya, úgyhogy... Tehát vakon. Hajózhatsz, ha akarsz. Nem teljesen vakon. Mert ezt ne tudom, hogy ez a nullás. Ragaszkodok hozzá. De az a vicc, hogy már annyit poénkodtam vele, hogy nem tudom, az mi. Már... Hát 2-es... 2, 4, 5, 7. Igen. Ja, 7-es nem kéne, ugye? Igen, meg 4-es. A 7-es meg a 4-est. Azt nem húztam. A 2-es nem nagyon bánt titeket, mert elveszettem. Jó, én hajózok, mert nyilván csak azt tehetem. Ezt meghajózom. 2-es. Kösz. De nem lettünk sokkal... Kiment a 2-eske. Benn van 4, 5, 7. 4-es jó, 5-ös jó, 7-es nem. Nagyon nem. És
csak egy játék. Ne létel. Tedd meg, tudom, hogy meg akarod tenni. Persze. Csináld már, csináld már, csináld már. Na? Ugyanez. Hajózol? Igen. Tehát most hajózni fogsz oda? Igen. Ezt még nem nézted meg. Nem. Nem, csak nem akartad, hogy kudarcként éld meg. De ne ezt válasszam? Nem tudom. De most már hozzáértél. Ami ragadat, nincs módja, hogy szigorú ember vagy. De is jó! De választhatsz másikat. És az a baj, hogy ezzel most nagyon csúnyán beszéltük, mert hogyha a négyest visszük el, négyest viszem el, az kudarc, hiszen páratlan számol, hetes is nekünk van. Hát most passz. Passz, passz. Passz. Passz, 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 passz. 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 Illetve... Jó, akkor véget. Jó, frankofón, így van. Megszámoljuk. És pontot számolunk, igen, a mínusz egy miatt. Nulla meg nulla az nulla, meg nulla az nulla. Tényleg besötétedett? 68, 78... Csak össze kell számogatni a pontokat? 72... Új, új. 1.472 ezer. Ja, Isten. 26 meg. Ja. Nekem 29 pontom van. Neked? Nekem összesen 4 lapom van. 32. Érlek, csak nézd. Nem. Nekem... Neked 32? Uh-huh. Hú, ez szoros volt. Nekem 21. Akkor, ja, akkor nem. 21. Segítek, 10. Okay. 20, 21. Nekem 29 volt, akkor az 50 tettünk ki. 50? Nekünk van 26 meg. 32. Az is 50. Az 48. Jó, de igazából a részvétel fontos. Szívesen, tartsd meg! Tartsd meg a nyálam, te mocskos állat! Így! Szóval mondjad csomag, bocs. A szabadba köpött a Zoli. Én csak azt mondtam, hogy most az, hogy ki nyert, ki nem, a részvétele fontos. Nyilván, hogyha én nyertem volna, nem az lett volna fontos, de... Nem, hogy őzelem. Soma, Levi, Gada, nagyon szépen köszönöm a közös játékot. Hogy éreztétek magatokat? Zoli, Soma, Levi, én nagyon jól. Magas labda volt tényleg. Én hagynám, hogy egyébként először ők beszélnek, mert én ugye ennek az egésznek egész játéknak a fejlesztésében tényleg, részt vettem. Tényleg! Köszönjük szépen! Honnan voltál el is? Nagyon szívesen. Nem, engem a Reflexshop csatornájáról ismered. Honnan? Reflexshop. Ja, igen. Jó. Reflux. Úgyhogy hagynám, hogy inkább a többiek beszéljenek. Ti jöttök. Beszélj. Így, hogy megnyertük a játékot, így könnyű azt mondani, hogy ez egy remek játék, és hogy nagyon jól szórakoztunk, és reméljük, hogy ti is. De tényleg így van. Én még most is hazudik, érted, a játékot. Vagy még sem. De én nagyon jól éreztem magam, nekem nagyon tetszettek ezek a pusjarlák mechanikák, hogy vajon felderítek inkább, vagy ráhúzok inkább a hajózásra, és megpróbálom, elhiszem a másiknak, amit mond, vagy megpróbálom kitalálni, hogy blöffele, és ha igen, akkor miért, vagy hogy blöffel. Úgyhogy nagyon jó élmény volt, köszönöm. Szívesen 500 forint. Így, hogy vesztettünk, nagyon könnyű azt mondani, hogy ez a játék egyébként jó volt. Még így is, hogy vesztettünk. Én szeretem ezeket, nem téged is, én szeretem ezeket a push your luck mechanikákat, de hát tényleg. Nem hittem, vagy az? Igen. az tök jó volt, hogy minden fordulója bejött egy újabb-újabb szám, egy újabb-újabb képességgel, ez frissen tartotta az egészet, hogy egy csomó olyan játék van, ahol háromszor le kell játszani ugyanazt, és akkor onnan adódik össze a pont. Itt ugye minden forduló egy picit más lett, nem csak a számok miatt, hanem amiatt is, mert ugye az elején 6 lap van, és meglepő módon 6-ot úgy tényleg sokkal könnyebb megjegyezni, mint 10-et. De nem, tehát hogy nem arányosan, hanem jóval nehezebb volt már 10-nél az, hogy így mi hol volt. Mondjuk volt 3-0-ás, ez segített, de egyébként... A 10. forduló? Igen. 3-8-as is. Vagy 3-8-as, már nem emlékszem. 3-8-as és a többi. De hogy szóval ez is jó, meg ugye Zoli, te itt elmesélted ezeket a szeszélykártyákat. Igen. És ez azt gondolom, hogy tök sokat tudod majd adni a újra játszatóságának a játéknak.
Jó pofa, én ezt játszanám. Nekünk van sok olyan ismerősünk, aki egyébként nem rajong a társasjátékért, és egy Mars terraformálását viszonylag nehéz letolni a torkukon. Játszok, játszok! És ez kisebb dobozban is van, és még velük is le lehet ülni, úgyhogy win-win. Köszönöm, igen. Somát kiegészítvén vannak szeszélykártyák. A szeszélykártyák az újjátszhatóságot segítik. Rögtön a játék elején felcsapunk egyet, ami játékban van mindaddig, amíg valaki egy nullás kártyával el nem viszi azt. Rögtön felcsapunk egy következőt, így nem forduló elétől forduló végig van érvényben egy általános mindenkire vonatkozó szabály, hanem a nullás kártya elvételétől a következő nullás kártya elvételig. Ez alapján a betanult reflexek és modulok azok felülíródnak ezen kártyák által. Reflexek. Köszönöm, hogy kidomborítottad a nyelvi leleményemet, és rávilágítottál arra fantasztikumra, amit itt képviselek az asztalnál szívesen. Na, Gada, te? Valami szóviccel még lezárnád nekünk? Nem, de szóviccel nem zárnám le soha egy mondandómat. Én nagyon örülök, hogy végre megjelent ez a játék, mert hogy azért dolgoztunk rajta jó sokáig. Úgyhogy, és az, hogy tetszik nektek, az nagy öröm. Főleg, hogy én a tematikájának nagyon örülök, hogy ez a matrózos lett, mert eredetileg, amikor a Zoli hozta, akkor még ilyen drága követ, vagy ilyen... Igen, ilyen barlangban drága követket keresgélő cucc volt. Igen, és hogy ott is már a mechanika megvolt, de ott, nem tudom, a tematika az nem illeszkedett hozzá, hogy ez a szeszélyes dologhoz. Uh-huh. És szerintem a vizek azok igen. És a kártyáknak és a képességei sokkal inkább illeszkednek a tematikához most. És az illusztrációk is. Tehát, hogy azért arra is figyeltünk, hogy bizonyos mechanikai részletekhez legyen az illusztráció, és ugyanazt elérted. A nullásnál, az, mivel azzal el tudsz venni saját magadtal egy kudarcot, az egyértelmű, hogy ez legyen egy mentő. Tehát, hogy ez nekem azért nagy kedvencem ez a játék most, mert hogy ilyen kis apró dolgokat el tudtunk benne rejteni időközben. Azért, mert szerettük csinálni ezt a projektet, úgyhogy ez szerintem érződik is rajta. Bízunk benne, hogy tetszett nektek ez a videó, ez a végigjátszás, hogyha esetleg van róla gondolatotok vagy kérdésetek, akkor odalent a kommentek között várlak titeket egy párbeszédre. Reméljük, hogy hamarosan találkozunk, hogyha tetszett a videó, akkor el ne felejtsetek lájkot dobni, addig is jó játékot nektek. Sziasztok! Momentán ennyi. Ahoj. Végre valahára megjelent a szeszélyes vizeken. Még egyszer, mert Gada vakarta az orrát. Nem az orromat, a bajszát. A bajszát. Oké. Okay. Végre valahára megjelent a szeszélyes vizeken. Én ugye azt csináltam én is. Ez nem lesz szeretni. Végre valahára... Mondd valami azt! És komolyságot. Jó, most jó lesz.